Hogyan tanulj meg valósághűen rajzolni és festeni úgy, hogy jelenleg még pálcika embert sem tudsz rajzolni? Tudom, hogy nagy az ígéret, hogy a semmiből hirtelen képessé válsz arra, hogy olyan képeket készíts, amire te magad is örömmel nézel, amit szívesen kiteszel a szobád falára, amit másoknak is szívesen adsz ajándékba, amit megvennének, pénzt is adnának a képedért, sőt a végén még akár kiállításod is lehet. És hogy lásd, hogy nem a levegőbe beszélek, engedd meg, hogy megmutassam azoknak a tanítványainknak a képeit, akik a mentor programunkban tanulnak. Az elmúlt egy évben készültek ezek a képek a program hatására, látszva közöttük grafitrajzokat, pasztelképeket, inverz rajzolással készített képeket, akrilfestékkel, olajfestékkel készített képeket, rengeteg gyönyörű alkotás, és a tanítványainkban egy dolog, ami közös, hogy nincsen művészi előképzettségük, mindannyian polgári foglalkozásuk van, van közöttük villanyszerelő, tanár, orvos, nyugdíjas, tehát sok-sok olyan ember, aki hobbiból, a művészet szeretetéből, kikapcsolódás céljából kezdett el rajzolni és festeni, és egy év után nézd meg, ilyen gyönyörű képeket tudnak készíteni. És hogyha nekik sikerült, akkor neked is menni fog. És hogy mi az a három dolog, ami szükséges ahhoz, hogy ezt te is el tudd érni és meg tud csinálni. Az első a látásmód, a második az anyagismeret, hogy az adott eszközzel, amivel éppen dolgozol, annak az hogyan működik, illetve a technikai ismeret, hogy az adott eszközt hogyan kell például javítani, hogyan kell vele rétegezni, mi az a lazúrozás, stb. Ilyen technikai ismeret. Ebből a háromból az első, a látásmód, ez adja a sikerednek a 80%-át, és az elmúlt 13 év oktatói tapasztalatunk alapján azt gondoljuk, hogy ez a kulcs, amit hogyha megértesz, akkor te is nagyon könnyen el fogsz tudni jutni az ilyen szintű képek készítéséig. Miért hiszed azt, hogy nem tudsz rajzolni és festeni? Mi az a látásmód, amivel el tudod érni te is ezeket a képeket, hogy ilyen kiszintű képeket tudjál készíteni? Fogunk beszélni arról, hogy mire kell figyelni, mire kell koncentrálni rajzolás közben, és hogyan tudsz kilépni azokból a rajzsablonokból, amik most akadályoznak abba, hogy ilyen szintű képeket tudjál készíteni. Várunk szeretettel, regisztrálj most! Szia!